Különös öröm számomra, hogy időről időre emblematikus helyszíneken találkozunk. Akár az Operaházban, akár a Nemzeti Színházban, akár itt, a parlamentben. Hogy milyen tekintélyt parancsoló ez az épület, arról csak egy ismerősömnek az a mondása jut eszembe, hogy amikor az ő édesapja ide belép, mindig leveszi a kalapját. Azt hiszem, ez is sokat elárul. Amikor 1902-ben megnyílt az országgyűlés, így írtak róla a napok. Lapok. A Sándor utcai országházba a képviselők már nem mennek többé, hanem október 1-én az új országházba, melyet a honfoglalás ezredéves emlékére emelt a magyar nemzet. Amikor a korabeli újság magyar nemzetről ír, országhatárokon belül élő nemzetről beszél természetes módon. Azóta kénytelenek voltunk megtanulni a határon kívüli magyarság fogalmát. Különböző történelmi időkben kellett és kell megtalálni a módját annak, hogy a közöttünk lévő természetes kapcsok ne szakadjanak szét. Közös múltunk, nyelvünk, himnuszunk, és most már egyre több esetben a közös állampolgárság is nemzetegyesítő erővel láncol össze minket. A széttagoltságban élő magyar nemzet lelki egysége a nemzetet alkotó legfontosabb közösségek, a családok erejében rejlik. Családvédelmi törvényünk is kimondja, a család Magyarország legfontosabb nemzeti erőforrása. Ez a határokon kívül élő családokra ugyanúgy igaz, mint a határokon belül élőkre. A nemzetpolitika, családpolitika és népesedéspolitika nélkül olyan, mint egy autó motor nélkül, vagy én inkább azt mondanám, hogy egy emberi test szív nélkül. Nem csak üres, haszontalan, de életképtelen is. A magyar nemzet fogyatkozik. Fogyatkozik az anyaországban, és fogyatkozik a határainkon kívül is a Kárpát-medence egészében. A magyar családokban bizony nem születik annyi gyermek, ami a jelenlegi népesség fenntartásához, a nemzet további létszámbeli erősödéséhez szükséges lenne. A kivándorlás, az előregedés, az asszimiláció mind ellenünk dolgoznak. Én mégsem vagyok pesszimista. Mert akár Balogh miniszter úr, vagy Rétvári és Soltész államtitkár úr, vagy a kormányunk bármely tagja, én magam is, gyakran látogatunk el határon kívüli magyar lakta területekre, testvéreinkhez, és bizony csodákat látunk ott. Olyan emberi közösségeket, olyan magyar nyelven beszélő családi közösségeket, melyekért érdemes tennünk és harcolnunk. Aktív, lelkes családszervezeteket, épülő közösségi házakat, közös programokat. Hol az adott országnak a támogatásával, hol bizony anélkül, de azt biztos mondhatom, hogy ránk minden esetben számíthatnak. Hogyha megengedik, itt elmesélnék egyetlen egy történetet, egy esetet, egy példát ragadnék ki abból a sokból, amit volt szerencsém megélni. Ez tavaly augusztus 23-án történt, a nagyberegi családi csendes napon. Aki járt már a nagyberegi családi csendes napon, azt hiszem tudja, hogy miről fogok beszélni. 5000 ember gyűlik ilyenkor össze, 5000 magyar ember, és amikor ott ültünk az olyan tűző napsütésben, hogy mindenki próbált valami kalappal vagy bármilyen egyéb módon védekezni az ellen, hogy napszúrást kapjon, minket a legelső sorba ültettek. Ott ültem én is miniszter úr mellett, és ott volt Soltész államtitkár úr is, és sokan még a mi képviseletünkben is, illetve az ottaniak közül. Ültünk ott elől, és akkor elkezdtünk zsoltárokat énekelni. És azt vettem észre, hogy egyszer csak potyognak a könnyeim. Nem tudtam megmagyarázni, hogy mi történt, csak éreztem azt az 5000 embert a hátam mögött, és éreztem ezeknek a magyar nyelven felhangzó zsoltároknak az erejét, és ilyenkor ebben az esetben, és itt is úgy érzem, hogy van értelme a munkánknak, hogy ez a valódi értelme a munkánknak, és minden esetben ezért számíthatnak a mi támogatásunkra, hogy ezt az összetartó erőt meg tudjuk őrizni. Magyarországon számos konkrét eszközzel támogatjuk a gyermekvállalást. Egy komoly népesedés és családpolitikánk van. Itt megteremtettük a jogszabályi hátteret, az alaptörvényünkben, kétharmados törvényben rögzítettük a családnak a fontosságát, az adókedvezményekkel, adópolitikánkkal, a munkahelyteremtéssel, a család és a munkahely összeegyeztetéséért dolgozunk, és azért teszünk, hogy a kívánt, vágyott gyermekek megszülessenek Magyarországon.
Ezekkel az intézkedéseivel a kormány azt jelzi, a gyermek a közjó egyik legfőbb eszköze. És azt mondhatom, hogy a gyermekvállalás nem csak személyes, nem csak egyéni, sőt, nem csak hazai ügy, ez valóban egy nemzetstratégia ügy. Ha megszületnek a vágyott, tervezett gyermekek, nemzetünk is gyarapodik. Ezek az intézkedések fokozatosan érnek be, de az eddigi eredményeink egy kicsit biztatóak. A jövőnk szempontjából fontos elmozdulás a házasságkötések számának növekedése, a több gyermek vállalása és a vállások számának csökkenése. Ha ezek az intézkedések nem is tudnak átnyúlni a határokon, de közvetve az egész magyarságot érintik. Egy erős anyaország mindannyiunk közös érdeke. Ezek az eszközeink természetesen a határainkon kívül élő közösségeink esetében igen korlátozottak. Mi tehát a felelősségünk? Mi tehát az anyaország, a mi kormányunk felelőssége a határon kívül élő családokat illetően? A jelenlét, a háttértámogatás anyagi és lelki értelemben egyaránt. A megerősítés, hogy ennek van értelme, hogy ennek van értelme. A gyermekek a családi közösségek támogatásának. Erős, sikeres családpolitikát akkor lehet elérni, ha összefognak egymással a civil szervezetek, az egyházak és a kormány. Erős össznemzeti családpolitikához szükség van a határon kívüli civil és egyházi szervezetekre. Ezek a szervezetek fontos missziót látnak el az ottani magyar közösségek egybentartásában, erősítésében. Sürgető feladat volt a határon túli és hazai családszervezetek összefogása és munkájuk koordinálása, segítése. A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége felvállalta ezt a feladatot a családszervezeti háló, a családlánc kiépítésével. És mi örömmel állunk ennek a kezdeményezésnek a támogatása mellé, és támogatjuk a KCS-t és a családláncot minden évben. A családlánc azokat a magyar családszervezeteket tömöríti, melyek tevékenyen részt kívánnak venni a magyar családok érdekeinek képviseletében és a magyar identitás megőrzésében. Céljai egybeesnek a magyar kormányzati családpolitika céljaival. Magzat, család és gyermekvédelem. A családlánc és határon kívüli magyar közösségek erkölcsi és anyagi támogatása által mi magunk is megerősödünk. Azt kívánom, hogy a maihoz hasonló találkozók erősítsenek meg bennünket, és erősítsék azt a család és gyermekbarát gondolkodást, amit képviselünk mi itt határainkon belül, és önök is mindannyian határainkon kívül is. Kívánom azt, hogy szülessen minél több gyermek a Kárpát-medencében, aki magyarul tanulja meg az ABC-t, és hogyha én a saját gyermekeimre gondolok, én magam egy 3 gyermekes édesanya vagyok, azt szeretném, hogy amikor az én gyermekeim felnőnek, akkor számukra még természetesebb legyen az, hogy a mi határainknál nem áll meg az élet, hanem hogyha átlépnek ezeken a határokon, és ott találkoznak ugyanúgy magyar emberekkel, mint a határainkon belül, akkor ők, az én gyermekeim és azoknak a gyermekei, akik még a jövőben fognak megszületni Magyarországon, mindannyian legalább ilyen felelősen tekintsenek a nemzetpolitikára. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta.